Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy nehéz helyzethez érkezett a világ, azon belül Európa és Magyarország is. Hogy úgy nagyjából érzékeltessem a probléma lényegét, egy picit messzebbről kell indulni. Az időszámításunkat különböző szakaszokra osztottuk. Ugye itt megjelennek a percek, a napok, az évek, és nyilván megjelennek nagyobb korszakok is. Ilyen nagyobb korszak a Jupiternek és a Szaturnusznak az együttállásaiból következik, amelyek nagyjából 20 éves periódusokra osztják fel az évtizedeket, és aztán ez egy még nagyobb periódusra, úgynevezett 200 éves periódusra bontható, ugyanis abban az időszakban, azokban a 20 éves periódusokban ugyanazon elemi töltésű jelekben, tehát a föld, a levegő, a víz és a tűz elemű jelekben állnak együtt. Azért lényeges az, amiről most beszélni akarok, mert a Szaturnusz-Jupiter nem csak egy 20 éves periódust vált nem sokára, hanem vége a földjelű periódusnak. 2000. május 28-án álltak utoljára együtt a Bika jelben, ahol a Szaturnusz és a Jupiter nem állt, hogy úgy mondjam, a helyzet magaslatán. Nem elég, hogy együtt álltak, az Uránusszal kerültek egy derékszögű fényszög kapcsolatba. Magyarországról nézve ez úgy jelenik meg, hogy a 7-es és a 4-es házban. Mit jelenthet a 7-es és a 4-es ház az asztrológiai hagyományok szerint? Az Uránusz áll az úgynevezett otthon házában, az otthon, a haza határainak a házában. Az Uránusz az nem szereti a határokat, az robbantja a határokat, az szétszedi a határokat, tehát nem hiszem, hogy nagyon bárkinek is a fantáziájára kellene bízni, hogy ez most mit jelent, vagy mit üzen nekünk a jelenlegi mindennapokba, történelmi helyzetünkbe. A Szaturnusz-Jupiter a 7. házban áll, az pedig a kívülről jövő behatásokat. Eredetileg az asztrológiában a 7-es ház a háborúk háza. Tehát érdésmond zajlik egyfajta háború jelenleg a világban, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy 2020-ban a Szaturnusz és a Jupiter majd a vízöntőben fognak ismét együtt állni, de addig ennek a folyamatnak, amit a bikából a vízöntő vagy a földjelektől a levegő elemek váltása képvisel, ez a fortyogás, ez a jelentős változás, ez most zajlik. És az utolsó fázisába léptünk, ugyanis a Jupiter-Szaturnusz, ha 20 évenként állnak együtt, akkor nagyjából derékszögű kapcsolatba, illetve szembenállásba 5 évenként kerülnek. Hát esik belegondolni, hogy kb. 2005 magasságába kerültek egy derékszögű fényszögbe, onnan indultak be igazán a folyamatok. 2010, nem hiszem, hogy nagyon kellene magyaráznom, hogy a nagy válság kellős közepére ért a Jupiter és a Szaturnusz egymással szembe, majd most 2015-öt írunk, és a Jupiter-Szaturnusz ismét egy derékszögű kapcsolatba kerül. És ezzel mintegy beindítja annak a nagyon komoly folyamatnak, amit már 2000. május 28-án is mintegy előrejelzett, annak a folyamatnak a végkifejletét. Tehát elérkeztünk ennek a hatalmas változásnak a végkifejletéhez. Mi is akar itt változni? Hát tessék belegondolni, hogy az elmúlt 200 év, ami körülbelül a földjelekben való együttállása volt a Szaturnusznak és a Jupiternek, az elmúlt 200 év az most nagyjából befejeződik. Ez a korszak, ez a materiális korszak lezárul. És összecsap a két erő, hiszen mindenki az életében valamilyen jelentőséget megélt ezekből az analógiákból, tehát a föld és a levegő analógiáiból, és most egy megújulás, egy szellemi feltöltődés
felé halad a világ, és a matéria, a pénz világa, az pedig valójában haldoklik. Nem nagyon kell ezt sem magyaráznom, hiszen akik a mostani elmúlt napokban figyelték, hogy Kína gazdasági helyzete enyhén szólva kezd agonizálni, és ez mennyire megviseli az egész világot, tehát ismét egy válsághelyzet kellős közepén vagyunk. Most már csak az a kérdés, hogy mennyire fog ez a válság kiszélesedni, és mennyire lesz komoly ez a válság. Egy biztos, ha továbbra is az az agyament elképzelés uralkodik majd a világban, hogy az a fejlődés, hogy minél több ásványi anyagot és minél hatalmasabb mennyiségű természeti erőforrást használunk fel, majd utána abból a fogyasztói társadalom koncepciójában továbbra is halmozzuk az élvezeteket, amelyek elsősorban Európára és Amerikára, tehát az úgynevezett nyugati világra voltak érvényesek, hát akkor ez most itt nagyjából megbukott. Nézzük meg, a nyugati világ egyik része az Európa. Mi zajlik jelen pillanatban? Jelen pillanatban az zajlik, hogy előbb vagy utóbb olyan mennyiségű bevándorló, nevezzük migránsnak, érkezik Európába, akikkel nyilvánvalóan meg kell osztani az addigi életlehetőségeit az európai embernek. Tehát itt vagy kitör egy háború, hogyha minden áron a önvédelemre helyeződik a hangsúly, vagy a befogadás következtében elindul egy nagyon komoly, hát úgy is mondhatnánk, hogy a levegő korszakot, a vízöntő korszakot idéző egymás szabadságának, egymás vallásának a figyelemben tartása, egymás felé való lojalitás. Igen, persze, nagyon sokan meg fogják kérdezni, hogy oké, de vajon az iszlám vallástól és az iszlám vallás híveitől várható-e lojalitás? Hát erre nem tudok válaszolni. Ez ugyanis mindig attól függ, ugye gondoljunk arra, a tömeg az elindul és valamilyen irányba hatni fog, de a tömeget az egyes emberek alkotják, és az egyes emberek lelki fejlettségétől függ, hogy összességében a tömeg milyen irányba taszítható, hogy a tömeget mire lehet felhasználni. Egy biztos, egy nagyon-nagyon kemény időszakhoz érkeztünk, és ezt most, ha egy picit leszűkítve Magyarországra nézve nézzük, akkor még izgalmasabb összefüggések látszanak. A Szaturnusz, amely jelen pillanatban nem sokára belép a nyilas jelébe, bár ezt egyszer már megcsinálta ebben az évben, most ismét belép, és onnantól kezdve tartósan ott marad. Nagyjából 29 évenként teszi ezt a lépését, és ez a 29 év, ez elég érdekes meghatározásokra utal. Nem szeretnék most nagyon messzire visszamenni a történelembe, elég, hogyha a két legutóbbi nyilasba érkezéséről beszélünk. A 1956 októberében a Szaturnusz belépett a nyilasba. Aki ismeri a történelmet, annak nem hiszem, hogy magyaráznom kellene, hogy mi történt. Minden esetre először úgy nézett ki, hogy békességben megúszuk ezt a dolgot, legalábbis ezt próbálta hinni a magyarság. Aztán 1956. november 4-én az orosz tankok, az orosz hadsereg elárasztotta az országot, és leverték az úgynevezett lázadásunkat, szabadságharcunkat, forradalmunkat. Ennek egy érdekes folytatása a közel 30 évvel később létrejövő, bár az Uránusszal együtt álló Szaturnusz a nyilasban, ami nagyjából olyan 86 magasságában történt, és ez pedig az előkészítése volt egy újabb forradalomnak, csak akkor egy csendes forradalomnak. Az ellenzék, a magyarországi ellenzék egyre erőteljesebben hallatta a hangját,
Kádár János ereje már nem volt a régi, és az MSZP-n belül is elindult, illetve akkor még MSZMP-n belül is elindultak új gondolatok, új folyamatok. Ezek együttes összefüggése vezetett el az 1989-es rendszerváltáshoz. Tehát igencsak komoly lépések zajlottak akkortájt, és a Szaturnusz akkor, abban a helyzetben az Uránusszal állt együtt, tehát nem csak úgy önmagába belépett a nyilasba, ahogy ezt 56-ba tette, hanem az Uránusszal valójában elindult egy abszolút modernizációs folyamat, egy teljesen új koncepció, megújult a magyarság addigi úgymond társadalmi beállítódása, és az úgynevezett szocializmus építése, kommunizmus építése helyett rendszerváltás következett be. Nos, azóta megint eltelt egy közel 30 éves periódus. Tessék megnézni, ugye 56, nagyjából 86, és most 2016 határában vagyunk, de hát, mint mondottam, volt a Szaturnusz 29 évenként kerül vissza a jelbe, mert ez a keringési ideje, tehát már 2015-ben belép a nyilasba. És mi történik? Ismét egy válsághelyzet van, csak most az a különbség, hogy jelenleg a Szaturnusz nem az Uránusszal kapcsolódik, hanem a Jupiterrel. A Jupiterrel, ami Magyarországnak, mivel Magyarország a hagyományok szerint a nyilas jelhez tartozik, tehát Magyarország jelének, a nyilas jelnek az uralkodója ez a Jupiter. És szimbolikusan ez a Szaturnusz most derékszögbe áll. Szeretném elmondani, hogy 1956-ban is a szűzben járt a Jupiter, és a Szaturnusz a nyilasban. Most megint a szűzben jár a Jupiter, és a Szaturnusz a nyilasban. Miről is van szó? Hát addig, amíg a kedves migráns hölgyek és urak átmennek az országon, addig kisebb jellegű a ránk mért feladatnak a jelentősége. Abban a pillanatban, ha úgymond lehúzzák a rolót a különböző nyugati országok, és nem engednek be több népvándorlót, migránst, menekülőt, nevezze mindenki úgy, ahogy akarja, akkor egy részük az itt fog maradni. És ez az, amitől óckodik mindenki. Ha visszanézzük a történelmet, akkor mi mindig nyitottak voltunk arra, hogy letelepedjenek népek. Letelepedtek itt jászok, kunok, oláhok, svábok, nagyon sokan. De ezek mind valamilyen módon a keresztény vagy ázsiai kultúrához tartoztak, de olyan kultúrához, ahol nem volt egyértelmű vallási ellentét. Itt viszont fennáll egy nagyon komoly vallási ellentét, és addig, amíg az iszlámban igenis megszólalnak a nagyon drasztikus és nagyon erős és nagyon, hát, hogy is mondjuk, csak agresszióra hajló hangok, amíg dzsihádot lehet hirdetni, amíg a Koránra hivatkozva az igaz hit képviselői legyűrhetik a gyaúrokat, ahogy ez megtörtént a törökök időszakában is, addig joggal és okkal fél Magyarország, hiszen egyszer ebből már kapott egy kis ízelítőt, és akkor az közel 150 évig tartott. Nos, nem túl jók a lehetőségek. Azért sem túl jók, mert miközben mi egy keresztényi kurzushoz tartozunk, és azt mondjuk, hogy a szeretet, a megbocsájtás, a békesség szemlélete felől nézzük a dolgokat, vajon hol van az a határ, amikor a határon már fegyverekkel kell felsorakozni, hogy megvédjük a saját hazánkat, és azon belül a saját népünket, a saját gyerekeinket, a saját asszonyainkat, a saját megélhetésünket, és erre nagyon-nagyon nehéz válaszolni. Mert ez nem pusztán politikai vagy gazdasági kérdés.
Ez egy nagyon komoly humanisztikus és erkölcsi kérdés. És itt nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy mikor dördüllek el esetleg részünkről a fegyverek. És nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy meddig, és nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy miután. Izgalmas kérdések. Én se tudok rájuk választ adni, és nem irigylem a jelenlegi vezetés. Teljesen mindegy egyébként, hogy ki lenne a vezetője az országnak, akárki lenne a vezetője, nagyon nehéz helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és ez a nehézség, ez csak fokozódni fog. Tessék elképzelni, és itt egy újabb horoszkópra utalnék, valamikor ez az ország lakosságának egy része, mert hiszen sokan szavaztak nemmel, de a többség az mégis igennel szavazott arra, hogy belépjünk az Európai Unióba. Mindjárt látható lesz az a horoszkóp, amikor Medgyessy Péter Athénban aláírta a belépési nyilatkozatot, és ez a horoszkóp az Európai Unióval való kapcsolódásunk. Elég izgalmas és eléggé önmagáért beszél. Különösen a horizonton, a baloldali tengelynél láthatnak két bolygót, az egyik a Mars, a másik az Uranus. Mind a kettőt violens bolygóknak tartja az asztrológiai hagyomány, vagyis erőszakra és veszélyre hívja fel a figyelmet. A harc, a veszély, az nagyon ott van, és látjuk, hogy a halak jelben van az aszcendens. Na most tessék belegondolni, hogy jelen pillanatban a Neptunusz az ott áll ezen az aszcendensen. A Neptunusz szimbolizálja a káoszt, a zavart, a bizonytalanságot. Tessék megnézni, az elmúlt időszakban tudott-e érdemleges választ adni bármelyik Európai Uniós vezető, vagy akiknek a dolguk lenne, nevezetesen az Európai Unió brüsszeli bizottságának a vezetője, aki egyébként annyira hottentotta, hogy képes volt azt mondani, hogy akinek nem tetszik, hogy ide jönnek a bevándorlók, az hagyja el Európát. Tehát hogy lehet egy Európai Uniós vezető annyira hülye, annyira hottentotta, annyira korlátolt, hogy egy európai 28 tagállam népességét képviselő ember azt mondja, hogy inkább mi, az európai lakosság hagyjuk el Európát, ha nem tetszik nekünk a bevándorlók száma, mennyisége és esetleg minősége. Tessék ezen elgondolkozni, ez egész elképesztő. Tehát hol tart a világ? És ez mutatja, hogy itt a káosz. Ez a káosz. A dolgok nincsenek a helyükön. Nincsen rend, elmúltak az értékek, nincsenek új értékek, illetve az értékekhez való viszonyulás teljesen felborult. Ebből a szempontból, ha megnézzük, hogy rövidesen a Szaturnusz ezzel a Marssal, Uránusszal úgymond derékszögbe kerül, a Jupiter szembenállásba kerül, és a Neptunnal a Szaturnusz nagyon hosszú ideig, tehát jövő év júniusában például egész elképesztően nehéz állások lesznek az Európai Uniós horoszkóphoz viszonyítva, és egyébként az égen a Neptunusz, a Szaturnusz, a Jupiter, és közben a oda besorakozó negyedik helyen az ikregben lévő nap, és az, a nap közelében lévő égitestek, a Merkur, a Vénusz és a többiek. Nos, azt kell mondanom, hogy az a fél év, de majd egy év, ami mostantól kezdve rászakad az országra, az elég ijesztőnek látszik. És bizony, nagyon észnél kell legyünk, hogy mit és hogyan lépünk, mikor és milyen módon. Minden esetre a kalendáriumot két részre bontottam, a hónap napjaival kapcsolatosan az egy második rész lesz, amit elmondok. Itt szerettem volna kifejezetten a jelenlegi helyzetre, a jelenlegi jelenségre válaszolni, illetve bemutatni, hogy asztrológiai szempontból hogyan látom én, aki több mint 40 éve foglalkozom az asztrológiával, és hogyan látom
az asztrológiai hagyományok alapján, az asztrológiai jellemzők, jelentések alapján ezt az egész helyzetet. Sajnos könnyen előfordulhat például szeptember végén, amikor a Mars is eléri a Szaturnusszal és a Jupiterrel ezt a kapcsolatot, akkor nem kizárt, hogy eldördülnek fegyverek is. Nem ijeszgetni szerettem volna. Nem vészmadár kívánok lenni. A helyzet nagyon is realisztikus. És a helyzetben minden magyar állampolgárnak nagyon-nagyon komoly feladata van. Ismét kapunk egy vizsga lehetőséget. Emberségből, összefogásból, és abból, hogy megtanuljuk végre, hogy hol vannak a határaink. És itt most nem a szerb-magyar határról beszélek. Az érték az egy nagyon-nagyon fontos fogalom. Abból a szemszögből is, hogy én, és természetesen a kedves néző, mindenki, aki nézi ezt az adást, hogyan van saját magával, mint értékkel. Évszázadok óta a magyar állampolgárnak azt tanították, azt nyomták az agyunkba, hogy mi másodlagos értékű emberek vagyunk. Itt az ideje, hogy kihúzzuk magunkat, és határozott cselekvésbe menjünk át úgy, hogy figyelembe véve mások emberiességi jogait, magunkat nem értékeljük lejjebb, mint ahova tartozunk. Nincs másodlagos állampolgár. Isten szemében, ha elfogadjuk, hogy van egy teremtő, Isten szemében emberek vannak. És ugyanolyan ember, ugyanolyan értékes minden ember. Legyen ez Európai Unió, legyen ez szír állampolgár, vagy legyen ez távol-keleti. Az emberek mindegyike isteni csodának, isteni teremtésnek a következménye. Ezt jól véssük az eszünkbe. Ennek ellenére, ha valaki idejön, és el akarja venni az asszonyainkat, el akarja venni a lakásunkat, vagy el akarja venni az italunkat, vagy a kenyerünket, akkor jogunk van magunkat megvédeni, annak ellenére, hogy az életünket a nemártás, a namaszté szellemében élhetjük. De vannak határok, hiszen a létünk, az életünk és az életfeltételeink ugyanúgy járnak nekünk, mint bárki másnak, tehát az életfeltételeink fenntartásához jogunk van. Az egy más kérdés, hogy nagyon komoly bölcsességgel kell szemlélni ezt a kérdést, hogy hol vannak ezek a határok. Köszönöm, hogy megtekintették ezt a műsort, és kérem, gondolják át, amit mondtam. Viszontlátásra.